Oh! Sziasztok! Tatán vagyunk Varga Zoltánnál, a Móricz Kulturális Egyesület elnökénél, akivel Móricz és Móricz János ekvádori tájosz felfedezéseiről fogunk beszélgetni. Jó szórakozást! Varga Zoltán vagyok, jelenleg a Tatai szolgálati lakásunkban beszélgetünk. A Geológus Kelt gondoka vagyok, ez a Tatai domb tövében terül el egy 3 hektáros mese, szép birodalom és a szűk szabadidőmben Móricz János kutatásainak a letisztázásával foglalkozom, hogyha kifejezhetem ezt így, és hogy miért a letisztázásával, annak az egyszerű magyarázata van, hogy gyermekkoromban, amikor megismertem ezt a meseszerű történetet, végül is annyi legenda, csacskaság rakódott rá, annyira hiteltelen volt ez a történet sokak szemében, hogy nagyon-nagyon érdekes lehet ennek kibogozni a tartalmát. Először kisiskolás koromban általános iskolai tanárom, földrajz tanárom és osztályfőnököm Radnai Péter mesélt egy földrajzórán erről. Mesélt Erik von Däniken könyvéről, amiben leírta a mesés fémkönyvtárat, az úgynevezett aranybarlangot és Móris történetet. Mi szerint, hogy valamikor az ekvádori barlang mélyén egy ősi suár indián törzs, hazánk fiának Móricz egy mesés kincs együttest mutatott be. Ez egyből felkeltett az érdeklődésemet, és tanárom figyelme is amúgy meghatározta az életpályámat, vagyis a jövőmet. És a már akkor mondta Péter barátom és tanárom, hogy vannak a Földön olyan történetek, olyan legendák, amelyek nem kerülnek be a történelemkönyvekbe, meg a oktatásban, de mindenképpen ezeknek a valóság alapjáig való letisztítása embert próbáló feladat. És mindig akad bőven feladat a kutatóknak, és nagy életkihívás ezeknek a kiderítése. Hát valahogy akkor már a bogára fejembe volt, és életem során párszor még találkoztam ezzel a történettel. Moritz halálhíré, esetén 1991 tavaszán tudtam meg Debrecenbe, kaktuszgyűjtő barátaimnál, akkor is felkaptam a fejemet, hogy hát szinte senki nem foglalkozik ezzel a dologgal, majd 2011-ben kapcsolódtam be újba, immár közelővel ebbe a történetbe, amikor Puriszák a Golenyi Ágnes Tatán tartott egy előadást, ami fordulópont volt végül is az életemben, ugyanis ott határoztuk el, egy közös előadásunk volt, hogy keressük meg a hasonlóan gondolkodó és vélekedő embereket itt Magyarországon, és akkor alakítsunk egy egyesületet. És folytassuk ezeket a kutatásokat. Végül is szorványos információkból táplálkoztunk eddig, ugyanis az östörténeti kutatásokban is az a lényeg, ami bármi másban, hogyha senki nem foglalkozik egy témával, akkor nem fog történni semmi. Ezen szorvány információk a 2000-es években kerültek be levelezések során, egy-két riport bekerült az országba, levelezések, a pataki, Móricz-féle levelezés, Borgergő, jó voltából megismerhető, de ez még mindig kevés volt a teljes kép összerakásához. Végül is az íra -e a pontod, Golany személyes kapcsolatai és az általában beszerzett, behozott információk hozták meg, és végül is az ő személyes tőkének és kapcsolatrendszerének köszönhető mindaz a úgy mondom, gyorsvonatszerű változás, ami történt az utóbbi években mert azt ki kell, hogy mondjuk, hogy az utóbbi négy évben több dolog történt a témában. Több dologgal jutottunk előre, mint Móricános halála után húsz évben. Ez pedig kezdődött azzal, hogy Ágnes 2012-ben Magyarországra hívta dr. Herádó Penya Mateusz urat, Móricános volt ügyvédjét és barátját, Manuel Palacios barátunkat, illetve Ruth Rodriguez Sotomayor kutatókat, akik Móric életművével foglalkoznak és körmenden megrendezésre került egy kétnapos nemzetközi és történeti konferencia. Ennek a visszhangjára felkapta a fejét Rafael Correa, Ekvádor állam államelnöke, és megkérdezte dr. Herádo Penya Mateusz urat, illetve Manuel Palacios, hogy mi az a fontos dolog, amivel a magyarok foglalkoznak, itt történt Ekvádorban, ki az a Moricánus és mi az a Tajos Barlang, és miért nem tudok én erről semmit és végül is a magyar kezdeményezés hírére elindult Ekvádorban egy kutató sorozat, egy expedíciós sorozat, aminek egyik állomásán volt szerencsém részt venni tavaly novemberben. Rendkívül keveset tudunk Móricz János magyarországi tevékenységéről. Egyes szóbeszédek szerint a 44-es augusztus-szeptemberi zsidó deportálásában segítkezik egy Moritz nevű fiatalember körmentvárosában, városában, hogy mi Jánosunk volt-e mondjuk a 7 vagy 8 Moritz legényből, ezt a mai napig nem tudni. Az biztosan tudjuk, mert van erről korabeli fotó, hogy szálasi legény volt Móric János annak idején. Tehát ezen névazonosság alapján, ám bár konkrét bizonyítékok hiányában halára ítélik, és 1954-ben menekülnie kell az országból, kezdetben Franciaországban telepedik le, ott a nagybátyánál munkát kap, illetve megismerkedik egy hölgyel, akitől gyermeke, egy lánygyermeke, születik, majd tovább áll utána Dél-Amerikába. 1962-t írunk, amikor letelepedik Buenos Airesben, és levéltári kutatásokba kezd őstörténeti kutatásokba illetve egy későbbiekben egy német aranybányavállalat megbízásából aranybányákat keres Dél-Amerikában azzal a feltételezéssel, hogy az egykori Inka birodalom által kibányászott aranybányákat újra nyitja és a mostani modern technikával hatékonyabban aranyfémet nyer ki és így újra nyithatja Végül is profitorientáltan ezeket a bányákat, és hét ilyen aranybányát talál és fedez fel. 1964-et írunk, amikor az ekvádori Morona Santiago tartományban keresgél, és megismerkedik az úgynevezett Suált törzsel, amelyik a Zsiváró fejvadász törzsközösségnek a tagja. És itt valójában ketté válik a történet, két változatot is ismerek, hogy hogy ismerkedik meg a törzsel. Az egyik egy barátságos, egy másik pedig barátságtalan. A barátságosabb történet az, amely hivatalosan köszálljon forog, hogy megismerkedik a törzsel, a területeken kutatásokat végez, majd ezen barátság szövődése után beavatják őt ősi titkukba, legendáriumukba, legendáriumokba, legendáriumokba, és megismertetik vele a híres fémkönyvtárat. A második történet számomra egy kicsi rémisztőbb, és egy kicsit rossz színben is tünteti fel Móricz János, de kötelességem ezt is elmondani, ugyanis hall a híres legendás fémkönyvtár meglétéről, aranylemezekre van írva az emberiség eredeti története, behatol erre a tiltott területre, keresve a híres aranykönyvtárat, fémkönyvtárat, majd elkapják a suár. Benszülöttek, akik őrzik ezt a barlangot, majd készülnek a kivégzésére és amikor lehagyják a fejét egy tuskóra, hogy fejét veszik egy báddal, akkor elkezd magyar nyelven imádkozni. Ez a része mondjuk nekem tetszik a történetnek. A suált törzsfőnek meghallja a magyar nyelvű imát, fölkapja a fejét, hogy állj, kivégzés, pillanat állj, ez az ember az Istenek nyelvén beszél hozzánk, tehát testvér. Ki vagy te és mit akarsz, és hogy kerültél ide? Ugyanis itt jön a történet lényege, hogy nem csak a Fémkönyvtár miatt érdekes ez a történet, hanem Móricz azon állítás alapján is, hogy a suárokkal való beszélgetése során közös nyelvi gyököket, rendszereket félt felfedezni, és ezt ő fel is jegyzi, hogyha valaki erre kíváncsi, a Móricz leveleket megtalálja az interneten, és ott szépen táblázatosan van véve, hogy mely szavakat beszélték a suárok, és ezek szinte mind magyarul is értelmezhetőek. Tehát Moritz a történetnek ebben a változatában rabolni megy a barlangba, kíváncsi a titkos rejtett kincsre, és végül is kivégzésére készülnek a suar indiánok. Hogy mi a valóság a két történet között most már soha nem fogjuk megtudni. Moritz soha nem említette, hogy magyarul beszélő indián törzseket talált. Azt említi néhány levelében és több helyen, itt is idéznék a pataki úrhoz írt levelei közül, megemlíteném azt a részt, amikor azt említi, hogy a nyelvész akadémikusok helyett jobb lenne, hogyha egy ízesen beszélő alföldi parasztember jönne ide nyelvészeti kutatásokat végezni, mert ő még ismeri és érti azokat a az ősi gyökrendszereket, ami a nyelvünk ősiségéből ered, és így jobban megérteni a suár szavakat. Tehát ez még nem azt jelenti, hogy folyékonyan beszéltek magyarul. Tehát ez az egyik fájó pont. A másik, a táltos ménhírben jelenik meg, hogyha úgy tudom, 2000. decemberre tájékán, hogy székely rovás elemeket találtak ekvádori barlangokban aranylemezeken. Az a másik szenzációs hír, ami hiteltelené teszi az egészet, ugyanis Móricz János csak egyetlen egyszer nyilatkozik, úgy, miszerint néhány írás elem, a fémlemezeken olvasható íráselem, emlékezteti őt a székely rovás elemeire. Hogy fordítják le ezt magyarul? Székelyrovás elemek vannak a eleme. Tehát nem, nem, megint hülyeség. Tehát két fél információt összeregunk, nem jön ki egy igazság. Kreszpi a másik fő karaktere ennek a témának, ugyanis sokan hibásan, ki kell mondjam, hibásan párhuzamosítják a Kreszpi atya gyűjteményét a tájözbarlangokkal. Kreszpi atya története suárszálon párhuzamosan folyik Móricz Jánossal. Róla érdemes tudni, hogy a szalézi szerzetes 40 évig volt a suer indiánok gyógyítója, illetve a lelki támasza, és úgy mondom, hogy vizidéként, hálaként néhány eredeti indián tárgyat ajándékoztak számára. Ez a gyűjtemény egyre nőtt és nőtt, és egy idő után pénzösszegeket fizetett ki ezekért a tárgyakért, mint egy megköszönve az indiánoknak de igen ám ez ösztönözte őket esetleg arra, hogy bizonyos hamisítványokkal átverjék az atyát. Hogy miért bátorkodom azt a kérdést tenni, hogy hamisítványokkal, itt szeretném megköszönni a Mirador Travel két nagyszerű utazójának, Nagy Endrének, illetve Lendi Kerikának azt az úttörő jellegű munkáját, hogy 2014-ben, 14 végén személyesen meglátogatták a kvenkai szerzetesnek a raktárát, ott bekérezkedtek a Kreszpi hagyaték maradékárba, és körbefotozták. És sok foton egyértelműen kiderül, hogy ezek alumínium, illetve ipari fémlemezből kikalapált másolatok, úgy mondom, újkori csecsebecsék, tehát semmiképpen korabeli prekolumbián, indián remek művek. Nagy Endre, volt olyan szerencsés, hogy beszélgetett azzal a restaurátorral is, aki szelektálta, illetve Állag megóvást végzett a krespi hagyaték maradék részén. Azért direkt mondok maradék részt, ugyanis a Szalézi szerzetes 82-es halála után a Vatikán bizony elszállította az eredetinek látszó, illetve értékesebbnek látszó tárgyakat. Ezek hol létéről csak legendák keringenek, állítólag a Vatikán páncéltermében vannak, ezt nem tudom megerősíteni. De a lent hagyott maradék, úgy mondom, leletek legnagyobb része az hamisítvány, újkori dolog. Ez bizonyítja az a megjegyzés a, ennek az előbb említett restaurátornak, hogy amikor nézegette azokat a lemezeket, megfordított, és egyik hátodán például a Coca-Cola feliratot olvasott. Tehát egyszerűen reklám táblákból kalapálták néha ki ezeket a időzőjelben remek műveket. És ezen látszólag hamisítvány, egyértelmű hamisítványoknak a lemezek legnagyobb részét szétoztogatta az indiánok között, hogy csináljanak belőle tetőt, megjavítsák ki a házukat belőle. Tehát így mondom, a, Kreszpi hagyatékot azért sem szerencsés a tájos barlangokkal említeni, mert lehet ugyan, hogy a leletek egy része, egy kisebb része, amit talán már sosem tudjuk meg, hogy hol vannak, de a fotóik azok keringenek a világhálón, hogyha eredetiek is, azok kisebb barlangokból, szentiekből származhatnak a környékből, nem biztos a tájhoz barlangból, és a tájhoz barlang filmkövtára szigorúan zárt és őrzött. De ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a természetközeli vallású népek a barlangokba szentélyeket, kis oltárokat építenek, és ezek oltárok szentélyek elé eredeti kultikus tárgyakat helyeznek el, és ezeket hozhatták el az indiánok a kreszpiatjának. De mindenképpen mondom, szerencsétlen dolog a kettőt összekapcsolni. A Tájos szó eredetie, az a tájó maradarakról származik, ez a Staropelis caripensis nevű madár, ami a zsírfecske elnevezését is magánviseli. Ez valójában a venezuelai caripe barlangból írta le Alexander von Humboldt, de valójában Venezuelától Észak-Peruig elterjedt. Ez egy éjszakai életmódot folytatott madár, a galamnál valamivel nagyobb, tehát egy ilyen fiatal grill nagyságú, és éjszakai életmódja folytán a csontapálma, olajpálmának a termésével táplálkozik. És ami miatt az indiánok vadászák, hogy a magas olajtartalmú tápláléka miatt egy zsírmirigy, egy olajmirigy fejlődik ki a fal részében, és ebből ők lámpaolajat főznek. A húsát meg megeszik. Tollát meg így beletűzik a fejükbe, mert arra is láttam példát. Tehát ez a madár nagyon aranyos, egy baj van, iszonyúan hangos, tehát lehetetlen tőlük aludni a barlangba, tehát füldóvót mindenki vigyen magával, ha le szeretne menni. És valójában a tájosz barlangok is mindazon dél-amerikai barlangokra rá lehet húzni, ahol ezek a madarak fészkelnek. Na most egy problémával találkozunk mindjárt, hogy a Google Earth-be beírjuk a tájosz kév kifejezést, nem ami mi tájosz barlangokat írja le. Tehát körülbelül tehát több tucat tájosz barlang van Dél-Amerikában, tehát én egy tájuszbarlang rendszerről beszélni, az olyan, mint nálunk a Kálvária domb. Valójában Goleny Ágnes is, amikor megemlíti az előadásaiban, hogy ő járt a rendszerben, és sokan kifütyülik, idézőjebb elnézés, hogy az nem is a tájuszletet, hiszen az Peruban történt, valójában mólic megemlíti, hogy a tájuszbarlang az csak egy ismert bejárat, az egy hatalmas rendszernek a része, és ezen rendszer a föld alatt mesterséges szakaszokkal van összekötve. És itt jön egy érdekesség, mesterséges szakaszok, hol találkozunk még ezzel. Két dolgot említenék, egyrészt a dél-amerikai inka birodalom meghódításakor a spanyol disznópásztorok, így nevezem a konkvisztádorokat, akik írtották tűzzel vassal az indiánokat, megemlítik, hogy végül is egyik pillanatra a másikra eltűntek földalatti járatokba indián seregek, és megemlíteném azt az érdekességet, amikor atahualpa halálhíre megérkezik, hogy Kámárkában kivégzik az inka uralkodót, amíg váltságdíjjal úton lévő lámakaravánokat is elnyeli a föld, és elrejtik az úton lévő aranykincseket. Hova? Valójában a föld alatti barlangjáratokról már rengeteg utalás történik, legendákban, illetve városépítő feljegyzésekben is. Például Kuszkó városában a kuszkói székesegyházat az egykori Inka naptemplom helyére építik. És le kellett falazniuk a föld alatti bejárat bejáratát, ugyanis már több ember eltűnt. Tehát kíváncsiságból lementek, és eltévedtek a labirintus rendszerben. Tehát léteznek valóságban ezek a labirintus rendszerek, barlangrendszerek, egy bökkenő van vele, tudnival, tudva levő, hogy geológiailag nagyon aktív ez a terület, Földmozgások, földrengések történnek, és a karbantartatlanság miatt valójában sok járat beomlik, és járhatatlanok ezek a szakaszok. Miért kényes dolog, amikor Moritz János megemlíti, hogy föld alatti városok, nagy barlangtermek mesterséges járatokkal van összekötve, valójában ez feltételez egy magasabb rendű, esetleg földön kívüli civilizáció jelenlétét. Moritz megemlíti, hogy egy járatban megtalálja a fúrógépet. A Tájosz Barlang könyvének a második kötetében ez két helyen is megjegyzi, ősz hívja, illetve megjegyez egy másik levélben, amit nem publikáltunk ebben a könyvben, hogy megtalálja azon szállító transport járművet is, amivel ezen szakaszokon jártak az egykori civilizáció tagjai. Őt ez egy hatalmas trollibusz szerelvényre emlékezteti, a budapesti trollira, de Kerekek nélküli. Tehát érdekes. Ennek a megtalálása és a későbbi expedíció feladata lesz. 1965 öt írunk. Egy nyári napon Móricz Jánosnak két indián suhár sámán bemutatja a fémkönyvtárat. Nem a jelenleg ismert klasszikus barlangi bejáraton mennek a barlangba, hanem Moritz elmondása szerint kb. 30 km távolságra területtől egy víz alatti ahol egy rövid víz alatti szakasz után bukkannak egy barlangi részve, és onnan pár néhány kilométeres távolságra elérhető az a fémkövtár. Itt egy központi, mesterséges kialakítású termet hét mellékterem övez, és itt különböző szobrokat, rovásos fémlemezeket, mutatnak neki, illetve aranyozott állat figurákat. Elég szépen leírja a levelezésbe ezen tárgyaknak a méretét, illetve a mennyiségét. Móricznak az a benyomása van, hogy itt több egykori földi kultúrából is harci szekerekre emlékeztető dolgok, mindenféle kultúrkincsek vannak összehozva. Mit csinálhat ő egy ilyen felfedezéssel, akkor, amikor megesketik őt az indiánok arról, hogy csak is akkor és akkor beszélhet erről a felfedezésről, és akkor kutathatja a közvélemény, hogyha mozdítatlanok a leletek, illetve csak a helyszínen vizsgálhatók. Tehát nem vihetők ki semmi a barlangból. Rádöbben Móricz felfedezésének a nagyságára. Valójában nem is az ő felfedezése, mert megmutatják neki, szóval itt ne beszéljünk felfedezésről az ajándék nagyságára, amikor a suárok említik nekik, hogy valójában ezen fémlemezen matematikai történelmi feljegyzések mellett végül is az emberiség valódi eredeti történelme olvasható. Moritz bejelenti az ekvádori kormánynak a felfedezését dr. Heráldó Peña Mateuszon keresztül, 1969-et írunk, és közjegyzői letétbe helyezik ezt a felfedezést, ahol valójában a lelet együttest az emberiség kulturális közkincsének tekinti, és védelmet kér az egész területre, valamint egy tudományos bizottság, illetve etikai bizottság felállítását kéri, hogy milyen úton, módon vizsgálhatják, és ami még fontosabb, hozhatják nyilvánosságra a leletek üzenetét. Mert valójában aranylemezeket említ az első leírás, illetve sok magyar publikáció, de rendelkezésünkre áll egy nagyon jó minőségű fotó, egy eredetileg, eredetileg tűnő aranyozott lemező, ahol a kopás alatt felvillan bizony az eredeti bronzos ötvözet ennek a lemeznek. A fordító kulcs egy részlete is látszódik ezen a fotón, ugye, és Móricános olvasni tudta ezeket a fémlemezeket, és mivel János spanyolul, németül és magyarul beszélt, kitaláltjuk, hogy e nyelven, három nyelven belül melyik nyelven tudta értelmezni a film ezt. Hogyha tudjuk, hogy az emberiség ős nyelve a magyarban őrzött meg a legtöbbet. Maga a fémkönyvtár az olyan, mint Kalambó hadnagy felesége. Tehát mindenki beszél róla, de még senki nem látta, Móricz Jánoson kívül. Tehát és itt jön a bökkenő, hogy ez jó vagy nem. Azért tartom jónak, mert hogyha erre közvetlen bizonyítékok lennének, illetve már napvilágra került volna a fémkönyvtár pontos helye, akkor bizonyos erőszakos elemekkel, ugyanis már megszerezhető lett volna a benne lévő tudás, illetve kisajátítható lenne egy olyan szűk réteg számára, ami lehetetlenné tenni esetleg, hogy globálisan a felemelkedésünket szolgálna ez a tudásmennyiség. Okay. Móricz János nagyon óvatos volt. Nem készített semmilyen feljegyzést, sem fotót ezen lemezekről. Ám bátorít megegyezném, hogy Nádor Lajosnak a 80-as elej, 80 évek elején személyesen mutatott Nádorfi Lajos elbeszéléséből, tudom, egy fekete-fehér fotót, ahol egy hosszúkás fémlemezt fényképezett le, és alig látható, eléggé homályos írásjelek voltak rajta kivehetőek, és állítólag az a fémkönyvtárból származó lemez egy fotója volt. Valójában ennél egy jobb, kapaszkodott, kapott Golenya Ágnes, ugyanis a körmendi konferencia után Guillermo Egoire elektronikusan küldött neki több tucat fényképet a páncélszekrényében szereplő tárgyakról. Ezek a tárgyak egy Julien Goyen Aguado segítségével kerültek az ő széfébe, ugyanis Guillermo Julien Goyen önéletrajzírója. És Julien Goyen Aguado társa volt. Elmondása szerint 1969-es fő expedíció előtt Móricz János elvitte őt a fémkönyvtárba, és onnan felhoztak néhány tárgyat, ezeket elhelyezték páncélszekrénybe, mindegy bizonyítvány azt, hogy később, ha valaki hiteltelenítené Móricot, ezeket elővegyék, hogy itt vannak az aduászok ezzel van egy kis logikai ellentmondásom, ugyanis Nádorfi Lajos barátunknak is Móricz még azt mondta, hogy semmit nem mozdított el a barlangból, a fémkönyvtár úgy, ahogy van, érintetlen. Hogyha Guillermo állítása igaz, akkor Móricz itt füllentett. De én azt mondom, hogy az érintetlenségét lehet, hogy ő úgy értelmezte, hogy nincsen szétrabolva, de azért bizonyítéként egy-két lemezt félretett annak érdekében, ezzel nem sértve meg az egész szentségét, hogyha esetleg teljesen hitelteleníteni akarnák őt, akkor mégis valamit megment a barlangból, illetve bizonyítja ezzel a leletek meglétét. A mormonok lecsapnak a hírre, hiszen igazolva látják bennük a vallásuk eredetét, és jogilag előkészítik a következő csapdát. Hogyha Móricz János mutat nekik bármilyen barlangnyílás vagy bejáratot a területen, jogilag előkészítik, hogy arra ráteszik a kezüket és magukével teszik a kutatásokat. 1967-et írunk, tehát hivatalosan János még nem jelenti be csak két évvel később. Néhány mormont néhány napon keresztül körbe-körbe sétáltat a barlangok környékén, de nem mutat meg nekik egy barlangi bejáratot sem. Ott étlen, szomjan, lesoványodva kószálnak, de már Julian Goyen megsúgja neki, hogy mi a mormonoknak a szándéka. Miután nem jön be ez a tervük, és Moritz jogilag levédeti a területet, utána a mormonok még két találkozóra hívják meg, egyiket ben ahol végül is kifejezik irányuk, János irányába azt a szándékukat, hogy ők nagyon-nagyon kíváncsiak a fémköftára. Először fizikailag a lemezekre kíváncsiak, akarják, máskor már egy kicsit engedékenyebbek, mert csupán a fordítási információkra kíváncsiak. Tehát elegendő, hogyha Moritz megengedi nekik, hogy értelmezzék a fémlemez üzenetét, magát az információt tartalmat. Ezért 10 millió dollárt ajánlanak fel neki. Ezt is elutasítja. Persze a mormon egyház vezetői utalnak rá, hogy azért veszélyes vizeken nevez. És fenyeget érzi magát Móric János a mormon egyház irányából, tehát megtartja később is a tisztes távolságot velük. Ezen nyelvi azonosságra alapozta Moritz 1968-ban megjelent munkáját, az Európai Népek Amerikai Eredete című kis füzetecskét, ami magyar nyelven már elérhető, a Moritz János Kulturális Egyesület holnapján is, a www.huamoritz.hu-n. Valójában ezen teória arról szól, hogy... Ecuadorban, hogy felfedezte az ősi magyar nyelvű gyököket, Ecuadorból történt a kulturális expanzió kiterjedés, Dél-Amerikán keresztül, később Indiába, majd ott a belső ázsiai területeken keresztül végül is a Kárpát-medencébe haladt a nyelvünk, és itt meg Ecuadorba tanúhegyként, úgymond szigetként még mindig megmaradt. Móricz Jánosnak ez az egyetlen egy hivatalosan megjelent kutatási eredménye, publikációja, de tudnunk kell azt, és itt szeretném bejelenteni azt az örömteli hírt, hogy Cellás Zoltán jóvoltából már Magyarországra került, illetve már Puriszák a Golenyó Ágnes tulajdonában is megvan egy másodpéldány, abból a százoldalas gépelt könyvből, ami Móricz János kutatásainak a felülvizsgálata. Valószínű, hogy Szellázoltán és Móricz János ezt közösen rakták össze, de rendelkezésünkre áll egy ki nem adott Móricz János könyv, ami felülvizsgálja, átértelmezi az eddigi elméleteit. Az a nehézség ebben a könyvben, hogy rengeteg hivatkozást, kereszthivatkozást, hivatkozást, irodalmi hivatkozást is tartalmaz, és ezen irodalmi hivatkozások főleg csak Dél-Amerikában érhetőek el. Szóval ezeknek a belinkelése, illetve élése az iszonyú munka lesz későbbiekben, de csak így lehet teljes az a kiadvány. Szóval ez egy nagyobb munka lesz mindennek a száz oldalnak a kiadása. Móricz János eredeti nyelvi, magyar ősi nyelvi elméletének a felülvizsgálatát átértelmezhetjük az újabb kutatások fényében. Itt kiemelnék néhány nem éppen a Magyar Tudományos Akadémia által végzett kutatási eredmény, például a 1977-es Szorbon Párizsi nyelvi fakultásának a kutatását, miszerint az ősi szógyökök, az etimonok bizonyos nyelvek százalékokban, egy, egyes nyelvekben milyen százalékokban találhatóak, és így a torony magasan a magyar vezet a maga 68 százalékával. Ezen elmélet szerint minél több ősi szógyök van egy nyelven, annál ősibb, eredetibb, változatlan ez a nyelv. Ez bizonyíthatja, hogy a magyar nyelv nagyon-nagyon ősi eredetű, a legősibb élő nyelv. Azért mondom az élő nyelvet, ugyanis a sumér, illetve egyéb nyelvek, amelyek már nem élnek, természetesen több, több szógyököt tartalmaznak. A másik ilyen fájó pont a finnugor elmélet híveinek az úgynevezett Tamanakutatás, amit még nem is Vámostót Bátor kezdett el a 80-as évek végén, hanem maga a CIA miről is szól ez a tamana. A CIA még nem tamana kutatásnak szólította, hanem kíváncsi volt a legősibb település, illetve a földrajz nevekre a földön. Köztudott, hogy hát Trianon országának, Magyarországnak egyértelmű az, hogy egy elvesztett háború után, elcsatolás után már másnap, harmadnap lecserélik a névtáblákat idegen nyelvűre. Nincs ez máskor akkor sem, amikor járványok, háborúk pusztítanak el egy-egy területet, és újabb népcsoportok özönlik el az adott földrajzi tájékot. Egyértelmű, hogy a saját nevükön kezdik el elnevezni azokat a városokat, területeket, dombokat. De nézzük meg, hol találhatjuk meg az eredeti legősibb elnevezéseket. Hát keresünk például öreg határköveket, ahol kőbe vannak vésve az eredeti nevek, vagy egy bizonyos városok, hogy milyen irányban vannak. Vagy az arab utazóknak, kereskedőknek az egykori útleírásai, hiszen ők voltak a legidősebb, úgy mondom, a leg, leg, legősibb földrajzkutatók. És az ő jegyzeteik nagy, nagyon értékesek ebből a szempontból. A lényeg, amit felvezetnék ezzel, hogy globális szinten 7-8 ezer magyarul értelmezhető szó van ezen világtérképen. Például talán szokatlan lehet, hogy Irán Tamana térképéről említek néhány nevet, Puszta, Arad, Temesvár, Csákúr, Enyebek, Búza. Tehát, hogyha beírjuk tényleg a Tamana szót a Google -a keresőbe, akkor kijön néhány ilyen térkép, és eléggé meglepő. A harmadik ilyen pont, a Borbola János munkásságát emelném ki, aki az első ilyen nagy pofonta a moszkvai papírusztekercs fordításával adta a világ közvéleményének miszerint az által lefordított matematikai megoldás magyar szótagokkal olvasva adott ki értelmezhető eredményt. Ezen felbátorodva odáig merészkedett, hogy úgy mondjam, hogy egy több mint 1100 oldalas könyvet adott ki, amiben több száz óegyiptomi hieroglifát fordít le, és mindez mind magyarul értelmezhető. Ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy minket, magyarokat feljogosít ez bármire. Erre azt a hasonlatot említeném, hogy volt nekünk egykor egy arany csapatunk, és akárhányszor emlegetjük a 6-3-6-3, hogy egykor milyen jól tudtunk fotbalozni, emiatt minket most senki nem hív ki, csak úgy tiszteletből világbajnokságra. Tehát most kell megtanulnunk focizni azt az egykori kulturális nagyságot, ami jellemezte a földet, és amit most ennek a maradékát magyarnak nevezzük, az valójában nem jogosít minket fel arra, hogy kikerüljünk a világbajnokságra. Most kell olyan erkölcsi normák alapján élni, és most is ezt a, úgy mondom, szellemi pluszt fákjaként vinni, mint ahogy múltba a Hunskita testvériség idejében meg tudtuk csinálni annak idején. Mindezen eredmények és bizonyítékok alapján bátran kimondható már ma, hogy Mózes első könyvében említett az a szakasz, miszerint kezdetben a Földnek egy nyelve volt, tehát a bábeli zűrzavar előtti nyelv maradékát leginkább a magyar nyelv, a magyar nyelviségünk őrizte meg. Tehát ez arra mutat, hogyha visszafele gondolkodunk, hogy a magyar nyelv kulturális gyökerei egykoron megtermékenyítették az egész földgolyót. De természetesen az a név, hogy magyar nem olyan ősi, mint a ősi magyar nyelv, vagy a magyarnak nevezett, mostani magyarnak nem nevezett ősnyelv, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egykoron mindenhol magyarok voltak. 1969 et írunk, amikor a Cetulis, az Ekvádori Turisztikai Társaság támogatásával egy első expedíciós szakasz lehatol a barlangba, jó pár hetes dzsungeltúra után, majd meglepően rövid időt hm, tartózkodnak lent a barlangban, körülbelül két és fél órát, majd feljönnek a barlangból és távoznak. Móricz Jánost a helyszínen hagyják. Az expedíció első szakaszában készített fotók alapján támogatást szerettek volna kérni az expedíció második szakaszának a kivitelezéséhez. Tehát Móricz Jánost abban a hitben hagyták a táborban, ellátmányjal, illetve feltöltött rádiós telepeknek a társaságában, hogy napokon belül újabb ellátmány és expedíciós csoport érkezik a második szakasz megvalósításához. Ez pedig arról szólt volna, hogy Moricánus megmutatja magát a fémkönyvtárat, illetve elkezdik a fémkönyvtár dokumentumainak, illetve leletegyüttesének a fotózását és feldolgozását szigorúan a helyszínen. Ez rendkívül költséges lett volna, csak amiatt is, hogy ez komoly tábori felszerelést, illetve körülbelül 80-110 ember együttes munkáját igényelte volna János állítása szerint, vagyis János tervei szerint. Erre nem került sor, és Mordicánás úton az 54. napon otthagyta a tábort, és 9 napos gyaloglás után elérte a civilizációt teljesen lesoványodva. Megtagadták Jánostól a további támogatást és együttműködést, így saját maga próbálta előteremteni meg ennek az anyagi feltételeit. Kezdetben segítségként értelmezte Erik von Deniken, svájci kutató 1972-es látogatását, ugyanis Erik von Däniken felajánlott Móricz Jánosnak 200 000 dollárnyi támogatást, azzal a feltétellel, hogy kap néhány fotót a barlangról, illetve magáról a Lelet együttesről, a barlangról kapott is, és a barlangi fotókat Európai Előadó túrnéján bemutatva propagálja a János felfedezését, és így a tisztelet diából, illetve egyéb támogatásokból megszerzi a 200 ezer dollárt az expedíció második részének a támogatására. Ez nem történt meg. 20 millió példányban adta el Moriciános történetét saját neve alatt, kicsit elfeldítve a történetet. Erik von Deniken azt állította, hogy ő is len volt a fémkönyvtárba, látta leleteket a polcegyütteseken, roskadozó aranyozott félmemezekből összeállított könyveket és egy egyéb szobrokat pedig Erik von közelébe se jutott a sem a tájos barlangrendszernek. Ez be is vallja hogy legutóbb a Megtévesztettek című könyvében. Hosszasan pereskednek, de mivel Móricz János nem volt képes az európai peres ügyletekben szokásos óvadékot, kauciót lerakni, így elévült az eljárás. 1971-ben a Magyar Ifjúság című labban már megjelenik a 69-es expedícióról egy cikk, amely a mesés Tájos barlangokat leírja. 1973-74-ben már megjelentek az első kézzel írt fordítások Erik von Daniken könyvéből, amelyek utalnak a Móriciános történetére. Hát elkezdenek áramlani ekvádori területre a kincsvadászok és a kalandorok, és mindenki a fémköltárat akarja megkaparintani magának, de szerencsés módon ez egy akkor még dzsungel mélyen, egy elérhetetlen területen fekszik, illetve Móricz János is azért pisztoljel az övében járja a területet, és zavarja el ezeket a hordákat. Szinte már elkeseredik, annyi levelet ír a különböző szerveknek, hogy támogassák őt, expedíciót ő végül is a kincset a nemzetközi közvéleménynek, a kutató világnak szánja. Az emberiség közkincsének, tehát ő nem akarja ezteket saját magán vagyonát gyarapítani vele, természetesen csak azt kéri, hogy őt nevezék meg, mint felfedező, mint tevő ember. 1976-ot írunk, amikor másfél éves előkészítés után leszáll a barlangba a híres stanley Hall expedíció amelynek a tiszteletbeli elnöke Neil Armstrong az állítólag elsőként holdra szállt űrhajós. Valójában az első sajtóirek arról szólnak, hogy itt száz évre való kutatásanyagot anyagot találtak a kutatók, és Neil Armstrong úgy nyilatkozik egy újságírónak, hogy a barlangban tapasztalt élményei felülmúlják a holdra szállás élményét. Tehát mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit találhattak hivatalosan nem találnak semmit. És itt jön az érdekes történet, hogy a hivatalos magyarázat, illetve a valóság közötti kontraszt. 2011-et amikor megjelenik a Youtube-on egy spanyol nyelvű vallomás, egy egykori hordár szájából, mi szerint ő részt vett az expedíción, és egy idő után a barlangi szakaszban leültették őket a nepáli gurkák, ők a brit hadseregnek a kommandósai voltak, ők voltak a katonai biztosítói ennek az expedíciónak, megakadályozták, hogy, hogy tovább menjenek, és látták, mint három leszögelt faláda megy ki szépen a barlangból, na nem megy, hanem úgy viszik kézben, felrakják helikopterre, és elhagyja Ekvádor területét. A második bizonyíték erre személyesen készítettem egy interjút egy egykori vezetővel, ezt kell, hogy mondjam, az expedíció egyik vezetőjének a személyes titkárával, aki lépten nyoma éjjel nappal kísérte ezt az úri embert. és ő mutatja ennek az úriembernek a naplóját is eredeti angol nyelven írva, hogy bizony voltak leletek. Valójában a 76-os expedíció sikertelensége jó jött Morrisnak, Ugye és egy kicsit jegelték, bagatelizálták a témát, és elmaradtak a rabló 76 után, hiszen a British Múzeum háttér támogatásával kutatók tucatjai igazolták, hogy a barlangban nincs semmi. A fémkörtárban az a jó, hogy olyan, mint a penicillin. Nem kell már felfedezni. Tehát ez, hogy mondjam, nem technika, felszerelés, illetve kutatói kutató mennyiségének a kérdése, hogy hányan megyünk ki a terepre és kutatjuk át a területet. A fémkönyvtár köszöni szépen jól van. Van egy nagyon egybeforrott, intelligens csoport, aki őrzi. Csak egy dologra vár. Menjen oda egy Móricz Jánoshoz hasonló karibejű ember, akinek át tudják adni ezt a tudást, illetve mi emberek pedig legyünk olyan felkészültek, hogy megértsük ezt a tudást, és fel legyünk készülve a befogadására. Valójában a 76-os expedíció és a 91-es halálok közötti időszak nem volt annyira produktív, hiszen elkeseredettségében már nem helyezett akkora hangsúlyt a barlangok felfedezésére, illetve annak a propagálására. A természetvédelem alá helyezést helyette hangsúlyba, illetve az aranybányáira helyezte a hangsúlyt. Hét ilyen bánya, bányát nyitott, és megjegyezén volt egy ilyen saját aranybányája, a Kumbaradza nevű birtokán, amit csak Kempnek becézgetett és ott az élete szakaszának utolsó részében egy magyar származású végülis is kollega Cellás Zoltán segítette a munkájában. Valójában a 80-as években jelentős dolog nem történik. Móricz János, illetve az ügyvédő dr. Herádo Penya Mateusz úr előkészítenek egy olyan természetvédelmi területet, ami az egész tájos barlangrendszer fölötti területet a felszínen, illetve a föld alatt is védi. Miért is érdekes az a történet, és hogy jön ide Peru állam? Ugyanis a Tajz-barlang barlangrendszer egy jelentős része átnyúlik a perui területek alá, és egyes feltételezések szerint, ami nem kizárt, a fémkönyvtár is már lehet, hogy perui területen alatt van. 1995-öt írunk, tehát jóval Móricz halála után is tart még egy kondorhegységben egy perui-ekvádori határincidens, tehát ezt még mindig nem sikerült teljes békében lezárni. Ez a határincidens mindkét részről 500-500 fős veszteséggel végződik. És itt szeretném felhívni a túrázók figyelmét, hogy a, mivel a közeli határszakasz van, jelentős területek alá vannak még a mai napig aknázva a Tájusz barlang környékén, tehát óvatosságra intek mindenkit, hogy tiltott területeken mászkáljon most már újra körvonalazódik, pont a konferencia után az ügyvédúrék megint megfogalmaztak, és Rafael Korea államelnök elé nyújtottak egy olyan törvényjavaslatot, ahol védelem alá szeretnék helyezni az egész területet, egy természetvédelmi területet szeretnék nyilvánítani. Ez sajnos megakadályozza, hogy jelentős kőolajvagyon van a föld gyomrában, illetve jelentős aranykészletek. És főleg kínai társaságok mindkettőt meg szeretnék kaparintani és ezek a gazdasági haszonszerzős dolgok akadályoztatják a természetvédelem alá helyezést. Moriciános halála előtt, 91. januárjában már előkészít egy konferenciát, ahol nyilvánosságra szerette volna hozni a tájhoz barlangból, illetve a fémkönyvtárról a felszínre hozott bizonyítékát. Utolsó fotója, amikor ez az, az öltönyös, amikor készült, már emiatt készült, de sajnos a februári Halála megakadályozza a konferencia létrejöttét. Tehát álma volt egy olyan konferenciáról nyilvánosságról hozza a felfedezését, és úgy érzem, hogy részben sikerült ezt megvalósítanunk körmenden. János haláláról annyit tudni, hogy <coughs> körülbelül halálát megezöl, megelőzően másfél évvel nagyon komoly szívproblémái kezdődtek, illetve tüdőbetegsége is volt párhuzamosan, és egy nagyon-nagyon makacs ember lévén nem volt hajlandó szedni a gyógyszereit. Herádó is buzdította, a János ne csinált, te sem vagy elpusztíthatatlan, végül is nem vette komolyan ezeket a figyelmeztetéseket, és egyre inkább romlott és romlott az állapota. A halála napján is még elment az orvoshoz, erről egy nagyon pontos leírás van a könyv utolsó előtti fejezetében, Moritz haláláról, ahol egy nagyon gyors a vérének a elektrolit állományát helyreállító folyadékot adott János kezébe az orvos, hogy ezt azonnal így, így a meg, hogy ez most meg fogja menteni az életét, ha ezt nem iszza meg, akkor neki most annyi, és azt sem itta meg. Tehát azt mondta, jó majd ebéd után. Vizsgált után nem itta meg a gyógyszerét, hazament a szállodai szobájában, a Hotel Rizzo hotelben, majd narancslevet kért a szobaszervisztől. 14 óra 15-ös perckor a szobaszervész hiába kopogtatott az ajtaján, vagyis a pincér, valójában zárt ajtók mögött találták meg Móricz Jánost, kinyittatták az ajtót, belülről volt bezárva, és Jánost a füldőszoba és a nappali asztal között bevelt, de nem vérző feljel találták meg. Miért, font ez, hogy, miért fontos ez, hogy egy sebb volt a fején és nem vérzett, hanem már leállt a keringése, amiatt esett el, tehát már nem vert a szíve, és esés közben verte, verhette be a fejét az asztalba, és tudjuk, hogyha beverjük a fejünket, lesz egy feji sérülésünk, az nagyon erősen vérzik az erős erezettség miatt, ezért feltételezik, hogy már halála után verte be a fejét. Mivel idegenkezőség nem volt bizonyítható, Zárt ajtók mögött történt ez a baleset, így boncolást sem végeztek el, és másnap eltemették Jánost. Természetesen a halálát mendemondák is övezik, hogy eltették lábolók a suárok egy speciális növényi méreggel, mert ki akart adni a fémkönyvtáltitkát, vagy mert bizonyára lemezeket tulajdonított el igazából én csak azt tudom az embereknek, amit bizonyítani tudok. És dr. Heráldo Penya, Mateusz, illetve Cellázoltán Zoltán nagyon hitelesek voltak, amikor <kül> végül is leírták János halálát, úgy Cellá Zoltánt értesítették először Móricz János haláláról, és utána kapcsolódott be az ügyvéd úr az eseményekbe, és intézte a temetést. Fontosnak tartom megegyezni, hogy Móricz Jánost a Gelyekili köztemetőben egy nagyon díszes patinás helyen temették el. Fantasztikus, ezt mindenkinek ajánlom, hogy sétáljon majd egyet a Gelyekili köztemetőbe. És körülbelül egy bőfél éve egy új síremléket, egy fehér márvány síremléket kapott az eddigi porladó messzes burkolat helyett. Amikor az emberiség őstörténetét vizsgáljuk, akkor bizonyára mindenkinek feltűnik, hogy van egy óriási hiány, egy óriási kérdőjel a kőbaltás ember, a kőpattintó ember és mondjuk a piramisért építő ősi kultúrák között. Tehát amikor a piramisépítő ősi kultúrákat vizsgáljuk, akkor már pontos naptári csillagászati megfigyelésekkel találjuk magunkat szembe, írási matematikai képletekkel, tehát olyan kozmológiai tudással, ami nem jöhetett csak úgy magától. Tehát több ezer évre lett volna szükség, hogy az ember ezt kifejlesz. -e. Tehát én jó magam elképzelhetetlennek tartom, hogy külső segítség nélkül elértük volna ezt a bizonyos szintet. És amikor felteszik a diákok is a kérdés, hogy mondjuk az óegyiptomi kultúrákban miért van az, hogy a kővágás, kőmetszés, kőpolírozás legtökéletesebb technikái korán jönnek, tehát a legősibb időkben, majd egyre inkább butul ez a te technológia, szóval inkább hűl a technika, mint fejlődne. Azt mondta, ezekkel nem kell foglalkozni. Hogy óriási monolitokat hogy mozgatnak, vagy milyen számításokra volt szükség meg szervezése egy piramis építéshez. Tehát mind bagatelizáljuk ezeket a kérdéseket, és rabszolgamunkaként apostrofáljuk. Tehát Végülis ez lenne a legégetőbb kérdése a történészeknek, hogy mi lettünk emberek, mi tőlettünk civilizáltak, mi lett írásbeliségünk, hogyan jöttek létre a szervezett társadalmak, hogyan lettünk emberré, nagybetűs emberré. Valójában, hogyha erre megtaláljuk a bizonyítékokat, az kinek állhat. Tehát az őstörténelem igazsága valójában nagyon-nagyon komoly érdekeket sért ma a világban és ezért szó szerint életveszélyben vannak azok a kutatók, akik kimerik mondani az igazságot, és a, ezen bizonyítékait felszeretnénk mutatni az emberiség számára. Tehát éppen azért komoly biztonsági kockázatot rejt magának a filmkönyvtárnak a nem a megtalálása, hanem a lefordítása, illetve a nyilvánosságra hozatala. Gondolkozzunk az ekvádori kormányerők fejével. Móricz János, magyar lévén nekünk szimpatikus. Természetesen, mi is magyarok vagyunk, de fordítsuk ezt le mondjuk a mi pilisünkre. Ide jönne mondjuk egy osztrák kutató, és megtalálna a pirisbe mondjuk Attila sírját, vagy Nimrod sírját teszem föl, és az ő feltételi alapján szeretné a kutatásokat, meg a felfedezést lebonyolítani. Tehát ő a számunkra esetleg egy idegen lenne, nemzetidegen, nemzetellenes, és nem éreznénk a magunkénak a felfedezést az ő feltételei alapján. Tehát Móricz János jó, hogy jó magyar volt, de Ekvádorban idegenként kezelhették esetleg emiatt a követelés rendszere miatt. És emiatt én egy kisé megéltem, hogy az ekvádori kormány nem támogatta a, a kutatásait, illetve a felfedezését. A mi részünkről pedig azt kell elmondani, hogy amikor én Rafael Correa, Ekvádor államelnökétől meghívást kaptam Manuel Palacios barátomon keresztül, akkor mivel még nem lévén élő külhoni konzuli kapcsolatunk Ekvádor állomával, levelet írtam a Magyar Külügyminisztériumban, akkor még Martonyi János úrnak, aki személyesen is érdeklődött Móricz János iránt, de akkor volt a miniszterváltás, és akkor nem jött válasz. Írtam a következő miniszter úrnak is, arra sem érkezett válasz. Eldöntöttem, hogy hát akkor segítség nélkül kell megvalósítanom a dolgot, mert végül is valójában az egyéni út. Tehát ez egy olyan érdekes játék, olyan érdekes lépcsők, hogy most elvégeztem egy bizonyos feladatot, most a következő feladat előtt vizsgákat kell tennem, hogy alkalmas vagyok-e a következő feladatra. Hogyha megmérettetnek és gyengének találtatnak, akkor nem kapom meg azt a feladatot, és nem fog történni semmi. Hogyha sikeresen végrehajtom ezt a vizsgát, átmegyek rajta, megkegyelmeznek, akkor kapom a következő feladatot. Tehát, hogyha én magam nem fejlődök, akkor az ügy sem megy előre, és éppen ezért nehéz ezt a úgymond keresztet a hátamon vinni, mert én úgy érzem, hogy hiába veregetik sokan a vállamat, hogyha a gond van és probléma, azt egyedül nekem kell megoldani. A támogatás hiánya ellenére is kijutottam Ekvádorba, és ott megfigyelői státuszban vettem részt egy expedícióm. Az ekvádori kormány megbízta a Kitoi Egyetem geológus professzorát, Teofilos Tulkeridis professzor hogy vezessen le egy expedíciós sorozatot a Tájosz barlangokba, mint egy igazolva Móricz János elméletét. Teofilos felvettem személyesen a kapcsolatot, és hát geológus kollégaként hamar megértettük egymást. Ő amúgy rendkívül szkeptikus Móricz Jánossal kapcsolatban, egy videoblogjában például összetévesztette kreszpiatjával. Nagyon komoly szervező munka előzte meg ezt az expedíció sorozatot. Az elején még egy nagy létszámú csoportban álmodott, és akkor még egy négy tagú expedícióra kaptam meghívást. Majd amikor jelezték a suárok, hogy végül is a tájusz barlangban csak egy bizonyos létszámú ember mehet le, akkor csökkent ez a létszám. Már csak én mehettem ki, és amikor megérkeztem Gályákin repülőterére, akkor Manuel Palacios barátom közölte, hogy Zolikám ülj le, mert elmarad az expedíció. Mondom, hogy, hogy hát elfelejtettek szólni meg, tegnap este fújták le, ne haragudj, de nem baj, mert úton van még jó néhány megfigyelő, meg fotós, meg videósunk is lesz, lehet, hogy megcsináljuk mégis. Az elmaradásnak pedig az az egyszerű oka volt, hogy a geológus professzor nem kapta meg a biztosító helikoptert. Mér is fontos ez? Főleg nem kényelmi szempontokból, hanem biztonsági szempontból ugyanis egy nagy létszámú expedíció, hogy a dzsungel túrán vesz részt, ahol kígyómarás is történhet, vagy töréses, zúzódásos sérülések. Ilyenkor azért jó mondjuk pár órán belül kórházba kerülni, és nem vállalta be a kockázatát, hogy kiteszi ezt a jó néhány embert ennek a rizikónak de mi igenis bevállaltuk, mert egyrészt mindenki eszement lelkes amatőr volt, és ha már ott vagyunk, akkor csináljuk meg. Tehát a klasszikus módon, kenuval, összvérháton vitt tehát ilyen igazi e, parafakalapos stílusú van, oldottuk meg a megközelítést, teljesen más varázsa volt annak, mint hogyha letette volna felegünket, felekünket, bocsát, a barlang bejárat elé a helikopter. <kül> tehát egy nagyon jó 12 tagú expedíció ment le a barlangba, voltak köztük profi fotósok, illetve filmesek, a Kítói Földrajzi Társaság két dokumentumfilmese vágóképeket, illetve barlangi készített egy készülő összefoglaló dokumentumfilmhez. Itt szeretném közölni ezt az örvendetes hírt, hogy Ekvádor kormányzati támogatása, illetve a Kítói Földrajzi Társaság egy végül is egy nagyon komoly dokumentumfilmet készít Móricz János életéről, illetve magáról a Tajos Barlangról, és Móricz János szerepét úgy tudom egy Zsámboki családnevű ekvádori magyar fogja megszemélyesíteni, tehát rendes korhű jelmezekben készítik a jeleneteket. Tehát kint már komolyan foglalkoznak a témával, a magyar kormányzat részéről még érdeklődés szint sem történt az ügy iránt. Ez most azért is volna időszerű, ugyanis idén januárban megújítottuk Ekvádorról a diplomáciai kapcsolatot, és mivel Rafael Koreának egyik kedvenc személyisége, Móricz János, elkerülhetetlen, hogy majd megkérdezze a magyar konzulunktól, hogy hát otthon Magyarországon mi a helyzet a Móricz illetve a Móricz kutatások támogatásával. És itt érzem, hogy egy kicsit értetlen arcot fog vágni, hogy pont Magyarországon nem támogatják ezt a dolgot, pedig innen indult el az a kezdeményezést, aminél köszönhetjük ezt az expedíciós sorozatot, illetve talán ezt a dokumentum műsort is. Itt szeretnék visszakanyarodni arra a Goleny Áginak arra a mondatára, hogy figyeld meg, hogy igaz, hogy most még nem történnek jelentős dolgok, de nem tudni, hogy bedobunk ebbe a tóba egy kavicsot, hogy meddig fodrozódnak ezek a hullámok, és mi fog ebből kialakulni. És én őszintén megmondom, nem hittem volna, hogy ilyen ereje lesz ennek a kezdeményezésnek, ennek a bátortalan kezdeményezésnek, hogy a kezdődő konferencia, majd kiadtuk ezt a Tajusz Barlan kutatásának dokumentált története című könyvet, amiből Rafael korra Ecuador államelnöke kélt egy dedikált magyar nyelvű példányt is például, és ez egy nagy megtiszteltetés számunkra. Tehát lehet, hogy nem hitte hogy komolyan foglalkozunk a dologgal, majd elindul ez az expedíciós sorozat, hírt kapunk egy készülő Móriczáns dokumentumfilmről, illetve a legújabb örvendetes hír, hogy most egy éppen egy himalájai tapasztalatokkal rendelkező önkéntes felajánlotta, hogy három-öt évet ad az életéből arra, hogy egy Móriciánus kutatóbázist, egy kutatóközpontot fog üzemeltetni Szukua városában, ami a Suar önkormányzati területen fekszik, szinte a legutolsó civilizációs pont a tájözt barlangokhoz közel. Ennek az volna a lényege, mindazok mellett, hogy a fő profilja az lesz, hogy egy magyar dokumentumfilmet forgat Moritz Jánosról, így már nem az elsőt, mint köztudott szerencsés módon, hanem az, hogy kutatóbázisként fog üzemelni az odalátogató terepmunkásoknak, kutatóknak. Tehát én, hogyha felszerüljük ezt a bázist, a Moricáns Kulturális Egyesület rendelkezésére álló technikai eszközökkel, akkor ott barlangászfelszereléseket, felszereléseket, túrafelszereléseket lehet kapni hogyha valaki ilyen irányba szeretne kutakodni, ennek az az előnye, hogy egy strandtáskával is akár ki lehet menni Ekvádorba, és ott kutató munkát végezni. De természetesen nem csak barlangászok, hanem aktív turisták, kalandturisták, vagy raftingolók és igénybe vetik majd ezt a bázist. Tehát ez a terv, és mindezek mellett, hogy információs és kutatóközpont lesz, még nemzetközi önkénteseket is fog fogadni. Ugye a Soár önkormányzattal dr. Javier Flores úrral egy olyan együttműködés körvonalazódik, hogy a suár területen lévő iskolák, egészségügyi intézmények esetleg felújítása vagy újak építése ilyen nemzetközi önkéntesek bevonásával fog majd tovább történni. Tehát ezzel is rá szeretnénk a figyelmet irányítani a környezetre, magára Móricz Jánosra, illetve a Tájusz Barlang történetére illetve a kellemeset a hasznossal, így magát a suár közösséget is tudjuk erősíteni. Egyre inkább úgy érzem a segítők összetételét tekintve, hogy egyre több ember érzi magát, érdekeltnek abba, hogy ennek a nagyszerű kutatónak, Móricz Jánosnak a kutatási eredményét megfelelő rangra emeljük. Én elhatároztam, hogy 2023-ban Móricz János születésének századik évfordulóján igenis meg fogom koszorúzni Móricz János emlékművét való Magyarországon. Tehát ezzel a munkával nem magamnak keresek babérokat, hanem megfelelő rangjára szeretném emelni Móricz János tevékenységét, ugyanis annyi félreértés és hisztéria kíséri ezt a történetet, hogy valójában az eredeti nagyszerű történetet lesöprik sokan az asztalról. És ki szeretném deríteni, hogy mi a valóság alapja Móricz János munkásságának, és hogyha az elismerésem ért, az elismertessem az emberekkel. Nem valami ellen dolgozok, hanem valamiért, talán eddig is ezért övezte oly sok siker a munkámat. És az, hogy most itt én beszélek egyedül a kamerában, az nem azt jelenti, hogy ez az én éldemem. Tehát valamikor egyedül végeztem ugyanezt a munkát, de a legtöbb esetben nagyon komoly segítő Gálda volt a hátam mögött, és ez az ő érdemük is, természetesen. Sok munka vár még ránk, és bízom benne, hogy ahogy egyre több és több hiteles, lényeg az, hogy hiteles eredményt teszünk le az asztalra, egyre többen érzik úgy, hogy érdemes ezzel foglalkozni. miről is lehet szó feltételezésem szerint. Most ez az én teóriám, az én agymenésem. Hogyha az emberiség valós történelme várott minket, és ezt meg szeretnék értetni, ismertetni velünk, akkor nem az a probléma, hogy le kell menni a barlangba, elolvasni a lemezeket, mert megvan hozzá a fordítókulcsunk is. János tudta olvasni, és a rendelkezésünkre áll a fordítókulcs is, tehát értelmezhetőek ezek a lemezek, hanem az, hogy ez a valós történelem, és szükségünk van-e a valóságra. Nézzünk csak egy kicsit körül, most magunk házatáján kezdjünk el söpörni, kapcsoljuk be a televíziót. Mi az, hogy valóság? Mindennapi napi életünkben szükségünk van a valóságra, keresünk a valóságot? Azt kell mondjam, mindenhol szinte hazudnak nekünk, hogyha valóságra vagyunk kíváncsiak, olvasni kell a sorok között, alternatív hírforrásokat kell olvasnunk és kutakodnunk, hogy srác kell, hogy jöjjünk, hogy a mai világunk nem a valóságra, hanem a hazugságokra épül. Nézzük meg, hogy kik a mai világ legkeresettebb időzélbe bűnözői. A Wikileaks alapítója például, vagy az az ember, aki a legújabb megfigyelési botrányok ügyén borított, borította ki a bilit. Tehát mind a ketten számüzetésben élnek, első számú közellenségek a világon. Pedig mit csináltak? rámutattak az igazságra, hogy a világ vezetői jó szerint hazugnak a szemünkben nap, mint nap. És ezeket akarják a leginkább elkapni és megnyomorítani ma a Földön. Vagy nézzük meg a mindennapi életünket. Van egy film, a Jim Carrey, alig hanem a Han Boy nem tudom most mi a címe, elnézést, nem tudom biztosan az eredetit, ami arról szól, hogy megátkozza a kisfia, hogy egy napig csak is igazat mondhat. Mert annyit hazudik neki az édesapja, hogy már unja. Ez az átkó, átok olyan tökéletesen működik, hogy egy napig, amíg csak is az igazat és a valós igazat mondhatja, elveszíti az állását, kisemmizik. Nézzünk már magunkba, hányan járnánk ugyanígy. Egy napig csak az igazat mondanánk. Rád vagyunk kényszerítve, Mindennapi életünkbe, hogy az egzisztenciánkat féltsük, kisebb-nagyobb hazugságokra. És itt azt a félelmetes párhuzamot vélem felfedezni, hogy az, hogy ez a világ a hazugságokra épül, és a politikusaink hazudnak a szemünkben minden nap, ezt mi is erősítjük a saját viselkedésünkkel. Tehát mi is hazugságok közt élünk, ebből táplálkozunk, az ebből épülő világ is hazugságokra építkezik. És leginkább azokat kergetjük, azokat üldözi a törvénykezés, akik pedig kimondják az igazságot. Na most egy ilyen világban szükségünk van arra, hogy megtudjuk, hogy mi a valódi történelmünk. Egy hazugságokra épülő világnak szüksége van az igazságra? Először magunkban kell keresni a bajt, el kell kezdeni az igazságok kimondását, akkor is, ha fáj. Tudom, ez napokban is érzem, velem is ez játszódik le. A legtöbb embertársamat nem a hazugságokkal borítom ki és meg, hanem hogy kimondom az igazságokat. De a legjobb barátaim mellettem maradnak, mert tudják, hogy ez a lényeg. Csak az igazságok kimondása olyan színű konfliktusokat gerjeszt a világban, hogy inkább a könnyebb utat választjuk a hazugságokat nap mint nap. És valahol a szívünk mélyén vágyunk a fémkönyvtárra, hogy megtudjuk, hogy mi a velünk kapcsolatban, az eredetünkkel kapcsolatban az eredeti emberiség mi a valóságunk, és ezért vágyunk a fémkönyvtárra, de erkölcsileg nem kaphatjuk meg ezt a tudást, mert nem éltjük meg, mert romlottak vagyunk, mert az alapvető életünket, társadalmunkat, a civilizációnkat a hazugságokra építjük. Tehát a fémkönyvtár üzenete pont az, hogy nézzünk tükörbe, köpjük magunkat szemen, véleményem szerint. És hogyha ezen a nagyon nehéz szülésen túl vagyunk, és kimondjuk a saját igazságainkat, akkor arra leszünk figyelmesek, hogy lesz egy megkönnyebbülési szakasza az életünknek, egy nagy megkönnyebbülés, és utána már nem is vágyunk a fémkönyvtárra, mert nincs rá szükségünk. Mert az igazság szabaddá ez van egy ilyen mondás. Valójában igaz, de ez mindig konfliktusokkal jár. Amíg nem leszünk túl ezen a konfliktuson, nem kapjuk meg a fénykönyvtárat, sem az üzenetét. Szerintem ilyen egyszerű az egész. Tehát nem fizikailag megtalálni egy bizonyos területen belül egy barlangot, és ott lemelni egy polcról egy könyvet, és leolvasni, lefordítani, értelmezni. Mert minden tudás csak akkor válik hasznossá, Hogyha nem csak makogunk róla, meg kiposztoljuk a Facebookon, mind egy buddhista szöveget és lájkolgatjuk, hanem megpróbáljuk élni. És ez ott kezdődik, hogy ha hazudunk, akkor szemenköpjük magunkat a tükörbe. És akkor jön a, úgymond, megtisztulásunk. És a megtisztulás után, a nehéz szülés, egy átváltozás után kaphatjuk meg csak ezt a tisztatudást. Tehát véleményem szerint Igazából csak azok akarják a fémkönyvtárat, akik nem hajlandóak önmagukat valójában megismerni és a hazugságaikból kilábalni. De ez csak az én nagymenésem, szóval javítsatok ki, hogyha nem így van. <Sessz> Antiglobalizzazione, canta nos mano, il vagabundo simpatico, llevando felicità, revolucionario.